Már februárban megérkezett a kereszt, akkor azonban még nem volt hova felrakni, ugyanis teljes rekonstrukció alatt áll a bonyhádi Ermál Vojnics mauzóleum. A völgységi városban fellelhető műemlék épületet Perczel Etelka lányának, Ermál Vojnics Erzsébetnek a végrendelkezése alapján készítetett el a családja. 1905 és 1907 között épült az épület, és azóta komoly felújítás ezen nem történt. Apró beavatkozások voltak, lábazati felületeken voltak cementes javítások szakszerűtlenül, de komolyabb felújítást nem élt meg az épület. Viszont az elmúlt majdnem 120 év alatt már nagyon sokat rongálódott. Tudni az épületről, hogy körben minden nyílást ólomüveg ablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt rekonstruálható már a mintázat. Az épület külső felét, a teljes homlokzatot zsolnai pirogránit fedi. Távolabbról azt látjuk, hogy kőhatást mutat, de valójában ez nem kő, hanem égetett kerámia. Emiatt is olyan gondos munkát igényel, mint ami elkezdődött az épületen. A terület, ahol állunk, ez egy egykori temető, ahol a temetkezést már ideje felhagyták. Vannak még gondozott sírok, és még ma is történik ritkán temetés a területen, de már nem ez a hivatalos temetkezési hely Bonyhádon. Viszont a Perczel család itt temetkezett, egy számos sírhely van, ami a projekt része is, 9 darab sírhelyet komolyan fel kell újítani, és hát maga a fő attrakció a mauzolom belsejében lévő sírhely is felújítandó. A beruházás közel 200 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatásból valósul meg. A munkálatokat már 2021 őszén megkezdte a kivitelező. Elkészültek a fakivágási munkák, elkészült az épület utolagos falszigetelése, elkészült az épület tartószerkezeti megerősítése, lebontották a korabeli részlemez fedést, és a teljes alátét deszkázatot, elkészült az új deszkázat, elkészült a fa tartó szerkezet faanyagvédelmi kezelése, és egyelőre tél folyamán ponyvázva van a tető, amit látják. A műhelyben nagyon sok munka folyik, amit a helyszínen nem látszik. Egyrészt az ólomüveg töredékekből állítják össze pécsi restaurátorok az új ólomüveg ablakokat. Megtörtént a festési mintavétel, tehát a díszítő festés mintázatait levették, a sablonok pécset elkészültek, és amikor a belső vakatjavítások teljesen elkészültek és kiszáradtak, akkor a festés is meg fog kezdődni. Napjainkban pedig hamarosan a külső és belső munkálatokkal is végeznek a kivitelezők, így a tervek szerint még nyáron befejeződik az Ermál Vojnics kápolna felújítása. A következő látványos lépés az állvány teljes külső elbontása lesz, miközben folyik a belső festés restaurálás, és az állvány elbontás után pedig a külső terependezés és a sétányok befejezése a fennmaradó munkarész. Az épület teljes külső és belső felújítása szükséges, és miután ez egy kiemelt jelentőségű műemlék, nagyon aprólékos előkészítő dokumentáció alapján dolgozunk. A legapróbb részletekig kell újra alkotni a belső festett felületeket, a teljes külső zsolnai pirogránit felületet meg kell újítani, a hiányzó elemeket pótolni kellett és újra beépíteni. Új rézlemezfedést kapott a teljes tetőzet. Több minden zajlik. Zajlik a park felületén a sétányok építése. 3 sétaút készül el, 2 hosszabb ebből, egy rövidebb. A 2 hosszabban egy stabilizált kőburkolat készül, ami biztosítja szárazlábot történő átkelést a parkon. A harmadik pedig a 2 épületet, a Kálvária kápolnát és a mauzolomot összekötő rövid út, az pedig kéreggel lesz mindössze borítva. Az 1907-ben épült létesítményen 114 év alatt nem történt karbantartás, így gyakorlatilag az utolsó pillanatban történt meg az Ermál Vojnics kápolna mentése.